Kedves barátok és nem barátok, kedves emberek és geci, hello mindenkinek, hello mindenkinek, szervuszok, nagyon sok szeretettel és tengermély tisztelettel, melegséggel, kolbásszal, minden másfél kiló puszott vereshagymával köszöntelek benneteket itt a cseten. Na most az, hogy a múltkor kikerült Instára egy szavazás, miszerint a Shakeshent Fidzsidbe bele fog pattadni, mint karakterként, és önmagamat irányítva haladunk előre az időben, és mindenféle győzelmeket fogunk elsajátítani. Csak bombom. Hello, hello, és aki nem regisztrál, az buzi. Aki nem akar megküzdeni, az szintén. Gyerekek, ez van. Na, gyerekek, be is pöccítjük a balhét. Ugye ti szavaztátok meg, hogy milyen legyen a pronyó karakter, akkor a füleim vannak, bassz meg, hogy árnyékot vettek, azt hiszem napfogyatkozás van. Ez egy ilyen böngésző sztori, RP alapokon fejlődni kell és harcolni, különböző dolgokat kell végrehajtani. Na itt vagyunk a fogadóvacsoró, és akkor itt fogunk kerázni. Van egy kis szabadidőd, ez az új kocsikerék szettet feltétlenül vidd el, cipeld el Oszkor mezejére. Oszkor mezei egyébként azt tudjátok hol van, Fót után kettővel, majdnem 60-nál. Ott van, és tulajdonképpen a játékmenet az most zajlik, már úton vagyunk. Ugye így fejlődsz, hogy elvégzel feladatokat. Szétbasztuk a nyulat, Marek. Ennyi volt. Szóval a lényeg az, hogy fejlődni kell, csatlakozol a C-be, ami ez esetben a hamutartó, ne legyél csira, és ide rámész, és lehet kerázni. Szaraszét, van már 81 zloty. Itt lehet venni ilyen cuccokat, Marek. Egy skárpit azért csak kéne csorónak. Elköltjük erőre. Vagy értelemre, mert mágus vagyok és nagyon okos akarok lenni. Jó nagy füled van. Az az igazság, hogy a játékon belül nem lehet nemi szerveket ábrázolni. És ez egy nagyon nagy baj, hiszen senki se tudja, hogy hányas a kabát. Ezért gondoltam, hogy a füleimre kéne kiterjeszteni a méretarányokat, ezért lett ilyen hatalmas. Egyébként ezt az Instán szavazták meg. Igen, ez egy ilyen iránymutatás jelleggel van így. Azt a... Yeah, hogy? XP-re kéne menni, csoró. Ez kéne. Héte, figyelj! Egyedi amulettit keresem a kordak. Utazz a moslékerdőbe. Befini. Kalandvágyam nekem 99,5. Én vagyok maga a kalandvágy. Elmegyünk a moslékerdőbe, és inasba rakjuk az egész brigádot. Hopp! Gyerekek, szeretném a gratulációtokat fogadni a cseten, hogy már kettes szintű vagyok. Tehát azért ez már inkább legyen kettes szintű az Shakeshent Fidzsidbe, bazd, mint hogy legyen érettségi. Bazd, hogy megbaszok egy forgószelet. Ki ez az ember? 0,26. És ide húzom és jó napot kívánok. Hello! Páncél! Pán! Pán! Nem tudom, kesztyű vagy cipő? Cipő, Marek. Jön a tél. Pont jókor érkeztél, tényleg? Van egy kis szabad időd rád mindig. Te, tajha. Menj a burjánzó dzsungelbe. Hát van egy dzsungel, ami burjánzik. Mostanában. Kell ott lenni egy ősi kőnek. Egy ősi kőnek, ami megnyitja a nagy kincshez vezető titkos ajtót. Vagy egy nagy kőnek. Van neked mindig ezek a szexuális utalások. Azt mondják, hogy nagy kő alatt, nagy bék alapul. Ne vesztegesd az időt. Te nekem ne osszad be az időmet, csoró. Majd én eldöntöm. A mai lájban csak a gyönyörű emberek tudnak lenni. Aki kibaszott ronda, az most takarodjon elő. Általában mindenkinek szól a stream, de ma a geci ronda emberek sajnos nem tudnak itt lenni. Pofádat befogod, mikor hozzám beszélsz? Megyünk az XP-re továbbra is. Na te félnótás. Takarodjál már velem, hogy ne beszélj, mert lefejellek. Munka kéne. És már úton is vagyunk. Itt a nullás lehajtó. Egyébként. Ez az. Hopp! Ennyi. Győzelem, már is győzelem. Az egyébként, hogyha elfogy a kalandvágy, akkor inni kell egy sört a bajszosnál, és akkor valamivel több lesz. Elértük a 4-es szintet. Kaptunk egy kis bizsút. És kíváncsiak, hogyha mennék verekedni, akkor mi van? Gyerünk ezt! Bám! Hát ez szétbasszú! Mi van? Ilyenkor elnyered az elemi kessét egyébként. Azt a... Egy gombáért tudok harcolni újra? Hát egy gombát megér. Anyahád, ennek mennyi a... Ez jó basszú! Így csinált, így csinált a csávó. Nem tudom, hogy a fasz. Lepeckült a válláról.
mondjuk ezek már hatos szintűek. Hogy csicskába rakott a köcsög? Aztán itt van ilyen kihagyás, tehát van ilyen homokórán, de nem használom el, baszom. Azt akkor. Köszi szépen. Úristen, van már kesztyűk! Mit ad egyébként? 3 páncél, 3 ügyesség. Sokkal jobban tudok zongorázni. Szóval, hogyha mondjuk nézek videót, reklámot, gondolom, hogy valami, akkor a szerencse kerékben lehet pörgentyűzni, amit láttunk az előbb. De itt én már gombával fizetek, baszom. Ha már nem éri meg. Add be az arany rögött soró! Ennyi, baszom. Az ember, az ember! Nagy feladatom van a számodra, kéne egy tapasztalt hűs. Hát én vagyok. Utazza a Népligethez, szerez legalább 10 hajléktalat, aztán tér vissza hozzám, és most táncoljunk. Nem kell kétszer mondani, egyet. Csak mondom. Hagyd menjen! Ez én vagyok, amikor megjön a tízes szubjük. Ez. Ide lehúzom a boltba, és akkor eladám. Azt a kurva, hogy hullanak a pénzek. Mindent eladok a gesztiket. Tetszik a játék? Kurva jó egyébként. Ahhoz, hogy semmilyen erőforrás nem használ, mit tudom, én ülök a melóhelyem, morát fejlődgetek, mikor ránézek, van időm, kedvem. Ez egy jó alternatíva. Questezni kell, fejlődni, erős, fejleszted a karaktert, a fegyveredet, minden. Menjünk karinázunk egyszer. 7-es szint. 6-os szint, 6-os. De velem egy szintű nincs, bazdeg. Most mi lesz? Hát ez megölgetszik. Na mekkora szal? De kritált a soró. A rák meg ezt. Rohadjál meg. Sipos árni, 9-es. Szint alapján nem lehet kategorizálni? Egyeseket kéne. Lefarmulni a gecibe. Büdös Jóska. 6-os szint. Hú, de tele van, bazdeg. Büdös Jóska megölne szerintetek? 5-25. Hát én beáldozom. De bazd meg! Oh! Mi van, köcsög Jóska? Szét lettél baszva. Ez az önbizalmat egy kicsit helyreállította. Megint ilyen margyúval keverekedni. Hopp, ez már ellenáll! Az átkozott teremtményt lemészároltuk, bazd meg. Végre megbasztam a margyút, amúgy igen. Ott is a hetes szín! Durrog a hetes. Azért van ennyi gombám, mert egy rohadt gombász vagyok. Én feláldozok egy gombát, csak hogy megtámadhassam. Yeah! Ez ilyen geci! Ez nagyon geci tactics! Nem baj az. Mika milyen szép mosolya van? Piszkos Fred. Piszkos Fred. Ez a hang, ez megöl, geci! Azt még előveszi a csúzlit, vágod? Nem szar a guringet. Gyertek föl a szerverre, gegyók, mert csak nekünk lett összeklofolva. Lecigizzelek? Az nagyon jó lenne. Herbalian. Azt élvezném reggeli. Azért nincs hetes szintű. Milyen faszom van? Vagy legalább egy 8-as. Hagyj menjen. Adom a bombánket. Ezt győztük le. Mi a fasz? Ez mi volt? Nagyszabású tervek, ha nincs jobb dolgod, ezt figyeld, az embereimmel háborút akarunk viselni, de téged el kéne cipelni, már látom, húgyoznod kell, emeljed a lábad fel, jó. Apropó, jönnek a rémek, megint durrognak a Shakespeare fidget streamek, mint a felnőtt filmek, imádom, hátul a seggedi a nadrágot kivágom, jó. Elég volt, gyűjtsd össze legalább 9 darabot, én úgy összegyűjtem be, hogy szarsz. Egyszer rád vertem ki. Egyébként mindig azon szoktam gondolkodni, őszinte leszek hozzád, hogy a live alatt vajon baszott-e már valaki? Gyerekek, muszáj a bombát pazarolni, mert ilyen csoroság van. Szerencse 5. Hú, ezt meg kéne venni. 3 zlotyi? Hát mit adjak el? Fölveszem a hiteleket, ha kell. Csak a pure damage-et tolsz. Én alultolok pure damage-et, de az annyira pure bazzek, hogy fölborulsz. Hát XP-zünk srácok nagyon durván. Honnan jött közénk ez az ember? Az ember! Az ember! Ezt megaladjuk rá. Mim nincsen, ilyen övem nincs. Csoró, gyűrűm van, öv kéne. Meg kalap. Hogy full build-en legyek, csoró. Mik az milyen ködmön? Anyád milyen bolyáró? Nincs is rá pénzem már. Mindegy, egyelőre jó így. Ez combosabb.
Mennyibe kerül? 7 arany! Azt a kurva. Már össze kell tarhálni a kest. Gyere, geci! Dír! Azt a kurva! Gyerek, hát szétváglak. Nagyon nagy küzdelem volt. Most lehet, hogy a pénzre 800 XP-t csinál. Azt a 1020 XP-t. Hagyj menjen. 2 perc. Jó, ezt kihagyom most. Forgó szélverekedés. És akkor elvileg most ezt a nagyon drága cuccot meg tudom venni. Mert ez többet sebez, ugye? 24-48. Itt a mamó. Most megtámadunk valakit, egy 8-as szintű. Mi a faszom? Azt a nyertünk 4, azt a mi pénz! Csoró tele volt kessel. Ha van nálad pénz, akkor azt elnyeri a, izé, a János. Megérdemelte, rohadjon meg, legalább tudok venni egy csapkát. Ott is van! Csira! Mika Viktor? Már ide is el? Na gyere ide! Gyere ide, Viktor, szomorodjál meg! Durrasd a kritet, Csoró! Na! Mi a fasz? Nem bírsz a pályázati pénzekkel. Hú, azért már 9-esek vagyok, a 10-est valahogy ki kéne bekkőni. Srácok, de már még egyszer kimondom, hogy felkeltően eset. Öljetek meg, basz meg! Öljetek meg! Gyilkoljatok meg! 1400 XP! Azt a kurva! Mégse? Nem tudok venni ilyen szogy, izé, zloty? Ilyen homokóra. Azt a milyen tactics, tactics! Ki lehet menni a kocsmából? A plotyó mostanában elég nagy csend van, ott valaki elveszítette az átkozott kulcsot elég idejét. Nem lehet elmenni szarni. Szarni már nem lehet a gémben. Az ég kék, a rózsa vörös, a faszom túros és büdös. Köszönjük szépen, remek volt! Szóval meg kéne vennünk ezt a szart. Amihez kell... Mi lesz, hálózom mindenem? Ja, itt van egy csoró, izényzőt. Hopp, már 380. Énekelj, atyám, Bogi, milyen számot szeretnél hallani? Most kell bevallani. Mert jön a dal, a torkod meg a kolbásztól kapa. Jó! Ha veszek még griffet, add lóvét. Ne szopas. Tényleg? Mert akkor én hiszek neked. De ha nem, meg lesz ő baszva. LOL! És igazat szólt a gyerek. Miért nem tudom megvenni? Azért mondom, geci. Gyerekek, easybe vártuk a Valhalla. Úristen! Level 10 megdurrant, 13 zlotyink van. Na figyeljed! Rigó palacsinta. És akkor elvileg ide kapnunk kéne egy kulcsot. Ez igaz? Ma nézzük meg. Ez a kulcs. Aha, ez a kulcs. És akkor elvileg most tudunk kulcsot kérni. Így nyílik a izé. A spejzajtó lábunk. Jól, kísérte. Anyád Mihály! Mi a fasz?! Hát ez egy jó kör volt. Megbaszol! Értelem, értelemből kell nekünk 7000 darab. Hozi Armando. Ennek kajok olyan feje van, mint a Hozi Armando lenne, Getsz. Gyerekek, itt már föl vagyunk erősödve. Nézd meg! Azt a fogy a pénzem, itt valaki elvert engem. Ki volt az a bátor? 12-es szint, takarodjatok már! Ez megvert engem ez a zsoló? 7-es szinttel? Takarodj már innen, mi van veled, zsoló? Hogy vert meg? Hát itt a cél basztam. Már is 11-esek vagyunk, örültek? Lábúj közi tanga papucs. Az aranyrúd az mi? Holy crap! És beadja egyből, geci! És meg kell támadni. Asszony! Ez az Owen, gyerek, ez az az Owen egyébként? Mert elvileg van egy másik youtuber is, akinek ugyanígy össze kell szedni a brigádot, és a mi nézőink összecsapnak. Csak mondom. Jó, hát nem lehet mindig nyerni, bazd meg. Látjátok egyébként, hogy a tehetség az szikrázik a szememben. Meg a gyönyör is. Pészt is lehet főtenni, Dick. Azt a probléma ki.
Melyikben van szerintetek genyó? Ebbe. Én erre tippelek. Bazd meg. Hogyha lukat